Ha szar lennél, magamba tartanálak. Már azt sem tudom eldönteni, hogy én égtem ki, vagy minden más körülöttem. Örülök, hogy megismerted apukámat, de megbasznál. Rendben! Nem tudom. Rendben! Nem. Mostantól tilos. Rendben! Nem. Mostantól tilos. Rendben! Nem tudom. Rendben! Nem tudom. Nem. Mostantól tilos. Rendben! Nem tudom. Ami nem tudom, nem fáj, az megöl. Hogyha nincsenek receptorok a kezemen, és nem érzékelem azt, hogy a gáztűzhelyen éppen ég el a kezem, mert nem fáj, és nem tudom, attól még a kezem elég. Tehát ezt kell érteni. Hát hiába nem tudok arról a gáztűzhelyről, hiába nem tudok arról, hogy ég. Az elég. És arról van szó, hogy ugyanilyen módon ég ki az embereknek a lelke, a pszichéje, a lelkiismerete, az ízlése, az igénye, minden szinten. Azt hiszitek, Nabó igazából a jelenkor József Attila, csak őt a biztonsági őr elhúzta vonat elől. Viszont Jani, hát gondolhatod, megint nem sikerült neki semmi, ahogy szokottam, ilyen hanyag. Ki az a Jani? Ja, és képzel, Tibi mesélte, hogy itt van Jani Pestem. De ki az a Jani? Viszont a Jani azt hiszem kezd megkattanni. Ki a franc az a Jani? Talán megszületett Janival a fekete bárány a családba. És ami a legjobb, az, hogy Jani teológia szakra vették fel. De ki a tököm az a Jani? Lelövöm a point. 3, 2, 1. Jani vagyok! A belterjesség a debreceniek között soha nem látott mértékeket öltött. Nem az a lényeg, hogy hogy születtél, hanem hogy mivé válsz. Most ki fogom mondani, amit mindannyian szerettek. Nem most vagy, az ereje. 10 000 Heskondergál! Légy szíves, ne dagadtozzál engem, jó? Haha, Dagi, jó, tudod mit? Jó, bannoljátok a chatről. Nem akarom látni a dagadt poénokat. Nulla utána járással támadtok le úgy videósokat, hogy láttatok róluk pár kockából kivágott jelenetet, amire valaki rápofázik, és gyakorlatilag onnantól fogva az úgy van. Na mit mondtam neked a rókákról? Hadd halljam! Azt nem tudom, apa, nem emlékszem, de azt tudom, mit mondott a róka. Na mit, édesfiam, mit mondott? Azt, hogy... Kis hamburger mellé, tudod, a ízit vanília fagyit ezzel feltudni. Amúgy simán! Nem tudjuk ütni egymást, hál' Istennek, mert Emilke kivette. Az egy jó ötlet, mert kicsit elmegy az eszem, aztán lehet, hogy megcsapkodlak. Jó néha nézni a drámát, de nem kell mögé bazd meg ilyen üzenetet, hogy tágítsd a véleményedet, törj ki a vélemény buborékból. Csak ugyan eljutottam az őrület szakadékának a határára. De a megbánás volt az, ami vissza.
az embereket ez szórakoztatja, ez a legszomorúbb. És azok, az a baj, hogy akiket ez szórakoztat, azoknak van szavazatjuk is. Én azt láttam, hogy itt ilyen több száz év, vagy nem tudom, több, biztos, hogy több évtizednyi elmaradásunk van kultúrában, kulturális Abszolút. Érzékenységben, és nyilván, hogyha mindenhonnan az folyik, amiről most beszéltünk, akkor nem is lesz igény többre, mert ez a fajta igény van kiszolgálva, ami úgymond teremtődik az átlag intelligenciával meg emberekből. De egyébként vannak próbálkozások, meg Magyarországon is képes olyan csatorna megélni, mint mondjuk a Retrosak, vagy a mit tudom én, ehhez hasonlók ilyen belemenősen Abszolút, igényesebb tartalmak. Csak ez nem mainstream itthon. Ez van. Hát mert nem ez reprezentálja igazából az itthoni kulturális igényeket konkrétan. És szerintem itt lehet gyakorlatilag elválasztani ezt a tartalomgyártók, illetve a kreatív tartalomgyártók közötti különbséget, hogy mekkora igény van arra a fajta tartalomra, akik mondjuk ténylegesen ölnek ebbe a dologba gondolatokat, meg energiát. Mert szerintem lehet, hogy sok esetben az emberek azt szeretnék ugye, hogy gondolkodjanak helyettük, és egy olyan fajta tartalmat fogyasszanak, ami nem egy ilyen szájbarágósabb valami, hanem csak az, hogy benyomják, és akkor fehér zajnak tudják ezt gyakorlatilag használni. Mondod. Így van. Az emberek nem akarnak gondolkozni. A magyar az ék egyszerű. Egy bot. De hát ez nagyban látszik az utóbbi 11 évben is, tehát, hogy... Milyen bölcs megfigyelés ez. Jaj, most csináljak tier listet, te most azt szeretnéd? Nem ismerem, D tier. Alex Csigér, C tier. Nem érdekel. Bro. Lényegében... Tessék. Tier listet akarsz, bro? Tessék. Paplón, persze. Legy ez. Látjátok? Jaj, Istenem. Mi ez a tier list egyébként? Na jó, a srácok viszont mára nekem teljesen lezsibbadt az agyam. És egyszer csak kimászott a furujának az egyik lyukából egy pók. Hello, motherfucker! A napocska etett valami bogarat, elefánt rángatja magával Hitlert. És ez egy mi. That's a weird animal. De ez egy nagyon furi rajz, de imádom. De itt sincs belőlük sok minden, mert aztán átváltunk Vukra megint. Vuk kalonnyai! Nem tudom, hogy most épp mit csinál, de valamit kreált. Hopp, és megcsinálta a fura krokodil kutyát. Ő lesz a karmok titka gonosza. Én szombaton megittam egy fémdobozos kólát. De még azt is valamilyen szinten egy belső folyamatként élem meg, hogyha Buzz Lightyear jelmezben őrjöngök. Mit kapok? Herezacskókat, segjukakat, randi vonalakat, meleg pornó oldalakat. Hogyha azt gondolod is, hogy nem fizettél egy forintot se azért, hogy te ott vagy, de... Nincsen live. Mi az, hogy nincsen live? Mondtam, hogy vegyél live-ot. Te is megverted. Haver! Itt arról van szó, hogy örülnék, hogyha ez lenne a probléma, hogy na, akkor kezdhetünk reformálni. Csak maradjanak a lakásban és játszanak a számítógépen. Goddamn right. A macska fejére ugrottam, ő túlélte, és cserébe én is, úgyhogy azt hiszem, ez egy szövetség. Áj, már tudtam előre, hogy ez is benne lesz. Akkor minek jelentkeztél? Na, akkor ha sikerült meggyőznöm benneteket, akkor... Maja! Egy cica! Ez kérlek csak egy termékbemutató. Szerezd meg mind, vagy megb***szam, mumus! Korcsvilág. Az audio dráma, ahol világok találkoznak és kerülnek konfliktusba egymással. Szavasszok, srácok, egyébként én meg zárkviszők, és most pedig kérdéseket fog feltenni a Bartok. Állj! Maga mit keres itt a föld alatt, bezárva? Az igazi koronavírus. Tölöidat égeted el, szemedben égő tűzzel. Drágám, megjöttem! Te trenterek vagyunk, igen? Igenis, igen. Na de hogy mi a fasz közön van nekem a drámájához? Hát mondjuk lényegében a nézettségszerzés. Átütöm a monitorba. Én mindig úgy gondoltam, hogy általában azok az emberek bántanak másokat, akik
tudjátok, akiket vagy bántottak, vagy ők nincsenek rendben. Úristen, hatalmába kerített valami nosztalgikus érzés. Mikor éreztem ilyet legutoljára? De most legalább a komment szekcióban is megkapja a megerősítést, a több ilyen kis kiherjadt fasszal kiélheti magát az interneten, akiket ugyanúgy megvertek az iskolában. Valaki elkezd ilyen ideológiai társadalommérnökösködésbe, amikor meg akarja mondani, hogy úristen, most már mit kell csinálni, vagy mit nem kell csinálni, vagy hogy milyen a világ, amiben amúgy még ő sem járt valószínűleg. Kibaszott idióták! Gondolkozunk rajta, hogy a Time Out Podcastbe elhívjunk olyan embereket, akik ezzel foglalkoznak, tehát hogy renteket készítenek, velük beszélgetni arról, hogy ők hogy látják ezt a dolgot. The Raven Croaks-szal esetleg egy podcast lesz-e végre? Hát nem hiszem, hogy lesz podcast. Semmi értelme nincs ezzel foglalkozni. Íme a propaganda gyár működése. Ha valami nem illik a hazugság narratívába, azt meg kell hamisítani és le kell tagadni. Mondjanak véleményt, meg nézzék meg, hogy működik. Az emberek kíváncsiak a véleményükre, mert ők a legnagyobb influencerek. És miért hívjuk őket influencereknek? Azért, mert az embereket tudják influencelni, tehát befolyásolni a véleményükkel, meg azzal, amit csinálnak. Befolyásolják több ezer ember életét, több tízezer, több százezer ember életét. There's more than one way to pluck a chicken. Psychology. Quote, to influence the masses, aim first at the least intelligent. Unquote. Igen. Szia Márton, hello! Nem pillantunk be piszt az önkényes mérvadó Radics Petis adásába? Ja, nem hiszem. Az a baj, hogy engem nagyon lehúz az életről Puzsér. Tehát én valahogy nem tud érdekelni komolyan. Tehát így hallgatom, így jó, mondanak dolgokat, csak valahogy nem szórakoztató nekem. És nem tudom megfogni egyébként pontosan, hogy miért. Valahogy lehet, hogy a témaválasztás nem jött be kifejezetten, de nem tudom, néha belekattingatok egyszer-egyszer a dolgaikba, de nem tud lekötni sokáig az a helyzet. Csak azt tudom, hogy először is jöjjetek tübe, és mondjátok, ember vagyok az Isten itt neki! Nekem fontos az életem! Ezért most azt mondom, álljatok fel! Álljon fel mindenki a karosszékéből! Álljatok fel most rögtön! Menjetek az ablakhoz! Nyissátok ki, álljatok oda és ordítsátok! Iszonyúan dühös vagyok, és egy percre se tűröm ezt tovább! Mindannyian tudjuk, hogy a demokrácia egy haldokló óriás. Egy rossz-rossz, halódó, széteső politikai fogalom, mely immár az utolsókat rúgja. Mert ez már nem az önálló, független emberek nemzete, hanem olyan, ahol 200-valahány millió tranzisztorizált, dezodorizált, hófehérre fehérített, acélos testű ember él, akikre emberekként nincs szükség. És bármelyik pótolható, bármelyikkel. Tökéletesen elfogadható okoskodás volt, amit Puzsér Róbert az elkövetkező napokban kifejtett, de ugyanakkor nagyon nyomasztó. Senki sem hallgatta szívesen, hogy az élete teljesen értéktelen. A Puzsér Róbert műsor nézettsége egy egész pontot esett. Tetszés indexe pedig 48 alá zuhant az elmúlt november óta először. Nézzetek fel az égre, és tegyétek fel a kérdést, megette, vagy nem ette meg a virágot a bárány. És aszerint igen vagy nem, meglátjátok, egyszerre megváltozik minden. És soha egyetlen fölnőtt sem fogja megérteni, hogy ez milyen rettentően fontos.